Na, szervusztok srácok, és üdv itt a GK-n. Megérkezett a Valve Index, ami azt jelenti, hogy kipróbáljuk úgy, hogy Genesis VR-ba lesz. Hagyjátok ezt! Most ébred föl Genesis. Ő is VR-ba van, ugyanis az Oculus az meg ugyan nála lesz. Nem lehet rossz felnézek. Okay. Na, mi a helyzet, Genesz? Várjál, hogy veszed? Hogy a markoló gombbal csak úgy belejelenik? Várj, és akkor ezzel is teszem el. Na, akkor ezért nem tudtam én elrakni a CB-t. Meg gyerekek, elővesszük a CB-t. Jó, na, akkor ez itt lesz szerintem a bal kezembe. Együnk akkor kaját, Genesz. Te vettél föl innivalót is? Itt is van egy kaja. Mikor Genesz látom, már kiment. Hogy kell ugrani? Ha megvan fölfele a stick. Fölfele a stickja, igen. Gyógyszered van. Nem tudom egyébként, hogy tudok majd átadni dolgokat. Valami tálcával kell, nem? Figyelj, azt a kaj... Ja igen, azt a kaját nem eszed ott meg? Ott van egy... Fú, durva egy gyerekek, hogy oda mutatok meg mindent. Megettem, most eltűnt nálad is. Ja, várjál! Akkor, két adag van, mint ahogy ez szokott lenni. Akkor szedjünk föl, meg együnk meg mindent. Jó, akkor igen, akkor nem kell, hogy egymásnak meghagyogassuk. Veszek fel gyógyszert. Jó, szerintem. Mást itt nem látok. Na, gyerekek, azt akartam mondani az előbb, hogy meglepően nagyon király a VR módja egyébként a Forestnek. Ajánlom mindenkinek, akinek van egy hát viszonylag használható számítógép és hozzájut VR headsethez. Hát így meg, hogy ilyen királyon működik a kóp. Hát ez elég durva amúgy. Te is szépen látod az órádon a kis cumókat? A gyomrodat? Látod, hogy pont itt van egy ilyen tábor. Nem mondod, ide zuhantunk le pont egy ilyenbe. Ja. Shit. Nézd be a Teri néni banya tankjának a tankrésze. Ugyanúgy kell kinyitni, mint lapos képen. Aha. Hallod, Genesz, laszti. Erre hogy dobom-e? És nem mindig, tehát... Oké, ezt most eldobtam. Tehát vagy a jobb ravasszal dobom le a farunkat. Hogy bent a nyúl? Láttad? Nem láttam, háttal voltam. Csapjunk Basztan. Madarat. Gyerekek, egyébként mondjuk ugyanilyen király hangja van, hogy az Oculusnak is. Magára a játékról beszélek akkor inkább. Tehát nagyon jó az indexben az egész, hogy kinéz. De hogy fúj a szél meg minden, meg a hangok, nem Genesz? Meg a... Kurva ja. Jó, ez ja, és gondolom... az indexen nem ér a fülethez semmi, nem? Nem, ugye messzebb van kicsit, és úgy küldi be a hangot. Tehát akkor a bőröndbe is dupla cucc van? Ezt itt kinyitottam, ebbe volt egy ruha meg csoki. Neked is ott van? Csak ruha volt bent, nyisd ki még egyet. Igen, na várjál, teszt. Itt ez a sárga, látod? Ja. Nyílt. Kettő elem, meg ruha, vagy mik azok az ikonok? Nem tudom. Akkor kiveszem. Vedd ki. Az elem eltűnt, a ruhát is kivetted? Ja. De az itt van, akkor az értékesek cuccokban csak egy van, vagy? Nem tudom. Erre a fát is. Gyerekek, a fát is így viszed, nagyon durva. Azt a rohadt, ez nem a falót. Mennyi AP-d van? Meg van. De én itt tudom ezen a felén vágni. Aha. Nice. Így viszont nem akarok ellenfelekkel találkozni, gyerekek, az biztos. Hoppá! Ott elszállt egy tatyó. Mert megpróbál leütni egy madarat. De mi, Genesz, most itt vagyunk egy erdőbe túlélni VR-ba ketten? Ja. És terveztük... Terveztük, srácok, hogy... Akkor több olyan játékot is megnézünk. Amikben hát van multiplayer és VR címek. Megint csoki. Azt a rohadt, hogy szállnak a bőröndök. Az a sárga bőrön nálad is olyan lassan repült. Aha, akkor szerintem kb. Jól mutatja őket. Jó, hát csokink van annyi, mint az állat, meg talán innivaló is. Építsünk van... Genesz! Mögötted? Megvan a baltád? De véletlen fölkaptam a fát és nem tudom letenni. Dobd el a ravasszal kell neked is, na, ugye? Megvan. Nálam kettő nem is basszus. Nem azzal? Akkor... Nem. Hát akkor mi a szarcsa? Mi legyen? Hát ezek nem fognak hagyni, nem?
hogy mi lépjünk le? A szart, ketten menjünk egyre, próbáljuk meg valahogy. Ugye én félek tőle, hol van, kurva élet, akkor erre, ne, bazd meg! Okosak ezek, te! Maradj otthon, a kurva! Vigyázz! Hú, bazd meg, remélem nincs itt egy polc vagy szekrény. Ne, fölvettem egy fát, ne! Ne röhögél, kiverem a fogad, bazd meg! Meghaltam a faszba, Genesz! Te ezt még? Én megöltem a másikat. Vágd ezt meg, már nagyon sérült! Szép. Most kívülről látom magam, hogy pucsítok a természetnek amúgy. Felje, fölkeltelek. Föl tudsz kelteni? Ah, jó, fölkeltem. Hát a HP-m nagyon kevés. Meg le kéne mosni a vért, a szennyeződés elkerülés véget, köszönöm segítséget. Azt akar megnézni, hogy gyógyszert. Aha. Hát ez nem segített sokat. Te igyak egyet. Arra gondoltunk, srácok, hogy a kövek... Basszus, egy pók volt a kő alatt. Ja, meg ugye a könyvet is itt VR-ban is szépen elő tudod venni, nézegetni. Leszállhatna egy madi az ujjamra, mert az marha. Hát de oda repülő mellé. Egy csúnya, nem? De így védve van. Mondjuk, ja. Akkor pakoljon bele a cumót. Tényleg, meg ezeket a csipotléseket is föl tudom venni. Aha. És akkor ezeket szépen tudom hozni, és ezt gondolom... ravasszal teszem le. Oké. Ne, de jó. Várjál, hadd menjek be, szóval akarom nézni VR-ba milyen. Azta! Röptibe lecsaptam egy madarat, hallod? Ott is egy tüzet kéne rakni, mi? Oké, lesz kis husi. Szép. Akkor bejössz a házba. Ja, be lehet lökni kézzel, vagy testtel belőki? Ja. Aha. Jó, ez nem... Egy házba vagyunk. Hallod? Te hogy nézel ki amúgy? Mert hogy, nem látom. Nagyon furcsa. Szerintem te ijesztőbb vagy, mint azok a dögök ott. Nézd már! Ánusz, ánusz, varánusz! Kapjuk el? Hú, az nagyon gyors, nem? Le is lépett? Hova tűnt? Mondjuk igazából van ám csomó kis sült húsunk már, nem? Gyűjtök botokat. Kéne tüzet rakni akkor, nem? Ilyen köveset, vagy csak ilyen sima fásat? Hát köveset is tudunk. Van hozzá elég kövünk. Hoppá, megütöttem a házunkat. Fáj neki? Mármint, hogy... megsérült, megsértődött? Mennyi HP-ja lehet? Hoppá! Még egy galamb a számba repült, csak nem sült. Á, nagyon szép. Gyerekek, nagyon durva ez így VR-ba, és ha belegondolok, hogy ide hárman, négyen, nem is tudom hányan be lehet így jönni, akár hogyha mindegyik kötöknek VR headsete van, ez nagyon durva. Le kéne mosni a vért a kezünkről, Genesz azt írja. De miért már sül rajta hús? Én már tettem bele, persze, sőt, nem is látom, lehet ja. Róla. Nem? Ja. Egyet ettem. Kb. Hú. Így láttam, hogy a hús így belekigyózik a szádba. Ez rohad! Odébb viszem kicsit. Jó, meg összeszedem a farönköket. A húst azt nem veszi be valamiért, lehet ez pici. Hát esküszöm, hogy VR-ban nagyon jól el lehet találni a röpködő madarakat, amúgy nem. Hallod, csinálj mondjuk egy ilyet. Jó. Mi úgy terveztük, hogy először egy éjszakát, egy napot körülbelül itt leszünk így VR-ban, hát ugye játékidő szerint. Hú, csezd meg este, ez ijesztő, ez nagyon a rohadt életbe. Á, nagyon jó egyébként, srácok. Azt a rohadt. Hát, Genesz, akkor én gyújtok izét. Vagy gyújtasz te öngyújtót, mert téged úgy is hallani. Az egyedüli engem, ami engem nagyon zavar, srácok, nem kellene, hogy írja ezeket a köröket a fa körül szerintem. Ezt a szaggatott vonalat, de lehet, hogy le lehet kapcsolni, nem ilyen help indikátor, meg nem tudom. Meg, hát egészen pontosan talán a SteamVR csinálja ide ezt a kört, ami jelzi a padlót, amit nem tudunk egyszerűen sehogy kikapcsolni. Tudom, ott van a menüben, hogy on meg off, de ugyanúgy itt van ez a kör, nem tudod lekapcsolni, nem tudjuk, hogy miért. Fú, én rohadtul félek itt, basszus, visszajövök a táborhoz. Előveszem most a CB-t azért. Úgyis gyakorolnunk kell, hogy...
Baszki, igen ez. Hogy nézett ki, hogy átvenéztél? Hát ez... Lere, aludjunk, nem? És akkor reggel lesz. Jó, elvileg aludtunk? Aha, hajnal van. Na, kinézzünk a partra. Reggeli. Még van ott valami égett hús, meg eszed, aztán én majd eszek valami más. Mondjuk van egy csokim, csak alig tudom megenni a pont itt. Pont rajta állsz a terítő. Jó, hát ez a csoki segített kicsit. Szerintem raktam még sülni valamit, lehet nálam volt. Ja, kettő hús is van ott, vagy egy. Figyelj, erre vízszag van. Érzed? Nem. De erre víz lesz. Ah, madár. Hallottad, hogy csapkodok? Ja. Tessék, víz! Éreztem azt, hogy... Ne, gyerekek, azért ez így mekkora durva! Ez a rohadt körne lenne itt, hallod, de jó lenne. Lemenjünk a partra mégis, akkor ott zárjuk a videót, mert azt már hosszú lesz. Valahogy itt leereszkedjünk óvatosan. Mondjuk... Hát ez nem tudom mennyi lesz... Jó. Meg vagy? Ja. Nagyon jó a VR módja neki, srácok. Nagyon jó. Azt a rohadt, ez egy milyen lény volt. Ó, ez de gyönyörű így. Na, ideje lemosni magunkról a vért. Hazamegyünk innen majd, a tábornál mentünk. Tényleg, most strandolunk. Ja. Tessék, gyerekek, karanténba. VR. Szerzel jó játékot. Ó, basszik, ezt érzem, hogy hidegtelem. Lejön a vér. Lejött. Lejött szépen. Ja, a vízben nem működik a CB. Aha. Ránytató a hullámzár. Tröpülnek a tollai. Nem már! Hallod, így leulló tollait el tudom kapkodni kézzel, te. Fölvetted a húsát? Te véres vagy egy kicsit. Fúj! Tedd le! Föl tudom venni. Pak-pak! Úgyis most látta egy videót, hogy egy köcsög sirály lenyel egy egész nyulat egybe. Adni? Gyerekek. Ezt megint másik gombbal dobom el, mint például a farönköt. Érted? Tehát ezeket nem ugyanazzal dobom el, mint a farönköt mondjuk, ha csak le akarod dob. Jaz? És ennek is a feje leesett. Hát ez nagyon jó. Körbenézünk majd. Így VR-ba én viszont nem megyek barlangba, Genesz, hallod? De akkor menjünk oda. Akkor lehet, hogy az lesz egy a következő de, részben. Ez láttuk. Ha? Jó, ha, basszus. Nézd, mit fogtam. Mi volt az? Ó. Szedd le a bőrét armornak, jó. Annyira még emlékszem. Hogy látta, hogy elrakod? Miért dugod a mindennek a fejét az orrom alá? Marha jó amúgy, srácok! Nézd ide, ezt hova? Látod? Most hol dugtad el? Hát a fejsze lyukán. Ezzel le tudjuk tesztelni, mennyire pontos a... Tehát, hogy csináld meg te is. Hogy én hogy látom. Látom, nyomsz minden gombot te is. De hogyan... Dobd el valamelyikkel, mert azt eltenni úgy se lehet. Nem tudom, minden bejött. Na. Igen. Teljesen jó. Tehát igazából... Igazából azért tudja mutatni. Ezt látod? Várjál! Mit akartál? Neked is ugyanakkor szállt-e meg minden? Ja várjál, én dugjam a te lyukadba? Tartsad. Te meg dugd az én lyukamba. Buzulás az erdő. Na, kb. Jó. Itt egy gamer szék. Itt egy teljesen jó állapotban lévő gamer szék. Na, mentsünk, hogy még megvágható legyen nekem a dolog. Jó. Na, srácok. Bejövünk a kecóba. Nyomok egy szévet, nem tudom, neked is kell-e. Baszki. Mire slot egyre mentek. Erre még, amíg visszajönnek éppen. Na, bejövünk ide a kis kecóba.
És akkor innen fogjuk folytatni szerintem. Hello, hello, sziasztok, ciao. Oh. Jó.